Jogi garanciákat vár a CEU a magyar kormánytól, miután Manfred Weber néppárti elnök közbenjárása miatt lehetőség nyílhat rá, hogy az egyetem Budapesten maradhasson. A Fidesz felfüggesztését eredményező közgyűlésen ugyanis közölték, a néppárt egyik követelése a magyar kormánypárt felé az, hogy tisztázza az egyetem körüli függőben lévő jogi ügyeket. Fodor Éva, a CEU rektor helyettese közölte, a fejlemények nem változtatnak az egyetem bécsi tervein. Nagyon világos jogi garanciákra van szükségünk ahhoz, hogy Budapesten maradjunk. Ráadásul már megvan a terv a következő tanévre, és ezt nem valószínű, hogy megváltoztatjuk. De a hosszú távú terveinket könnyen meg tudjuk változtatni, attól függően, hogy léteznek-e jogi garanciák. Közben pénteken az egyetem bejelentette, megnyitja új kampuszát Bécsben. A több millió eurós projekt végén egy 6 emeletes, 20 ezer négyzetméteres épület várja a diákokat idén ősztől egyelőre 2025-ig. A CEU megköszönte a bécsi polgármester, az osztrák kancellár és az oktatási miniszter támogatását.